Pfullingenben vagyunk, és ez a Klosterzee. Mint hallani szerintem, a víz végig csobog. Nagyon szép minden, hála az égnek, pont szép nap van, amikor jöttem. Ó, tényleg nagyon szép. Minden csupa zöld még, ugyan még szeptember van, de és íme hattyúk. Jaj, de szépek, bájosak. Ez Pfullingen tulajdonképpen ugye egy kisváros, és ennek szinte a közepében van ez a kis oázis. Mi? Ó, ott van egy daki! Kis kacsa, kis kacsa! És jön a nagy hattyú. Ott vannak a kacsák. Mindegyik ott ül, tisztogatja magát, nagyon jól érzik magukat. Jaj, de drágák! Hattyú ő nagysága vagy ő urassága éppen arra úszik, nagy döjfösen. Aha, ott le is lehet ülni ott szemben. Végig vannak padok. Nem is tudom, merre induljak most így hirtelen. Ez nyáron is nagyon kellemes. Jól fekfogja a hőséget, és mégis kellemes idő van. Nagyon szép. Ha, mint egy kis mágikus kis varázs erdő, vagy nem tudom, minek lehetne nevezni. Ott is pihennek a kacsók. Jaj, de jó pofa, hogy a villódzik a visszavert fény a tükrön. Ezt látni a levelekem mindjárt. Aha, most látni. Nagyon érdekes, mint hogyha világító füzére lenne föl ékszerezve. És mindehhez hozzájárul a kellemes víz zenéje, patak. Valahol itt kell lenni egy nagy ilyen, hát azt hiszem, hogy mesterséges vízesés. Mindjárt megyek azt is megnézni. Ha megvan, akkor fölveszem. Szépek, mint a tenger, és mint a tündérhattyúk.